A tavaszi érettségi időszakra lejárt a jelentkezési határidő, így a Bibó Gimnázium 51 végzős diákja is beadta már a szükséges dokumentumokat. A végzősökön kívül 34 tanuló döntött úgy, hogy előrehozott érettségit tesz. A törvény megszabja, hogy mely tantárgyakból tehetnek előrehozott érettségit, és ezt ki is használják, tehát angolból, németből és informatikából is jelentkeztek jó néhányan az előrehozott érettségire. Az alaptantárgyakat választották a rendes érettségittevők, tehát gondolok itt természetesen a magyar, matematika, történelem, az idegen nyelvek, és a szabadon választott tantárgyaknál pedig széles a spektrum. Rohonci Ferenc gazdálkodás és menedzsment szakra készül, az ott szerzett tudást a jövőben családi vállalkozásukban szeretné kamatoztatni. A választott tantárgyam az informatika, illetve emellett jelentkeztem még az angol érettségire, illetve ugye a szokásos szabvány érettségi tantárgyak a maradékok. Az angol emelt érettségim az már megvan, az eddig jól sikerült, illetve az informatika érettségit is tavaly megcsináltam. Ezekkel a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkeztem. Mar Dominikának is határozott elképzelései vannak a továbbtanulást illetően, ennek fényében választott érettségi tantárgyakat. Németben már tavaly leérettségiztem középszinten, illetve idén szeptemberben emelt szinten. Tesi a szabadon választott tárgyam, ezzel kapcsolatban szeretnék tovább tanulni is. Szombathelyre szeretnék menni rekreáció és egészségfejlesztés szakra, és ezt szeretném továbbra is tanulni. A diákok igyekeztek az érdeklődésükhöz közel álló tárgyakat választani, ám döntésüket nagyban befolyásolta az is, milyen érettségivel tudnak bekerülni az általuk választott felsőoktatási intézményekbe.